Múlt héten a képviselőház egyhangulag megerősítette a szenátus által már jóváhagyott úgynevezett Dragnea törvényt, amely közvetlenül a választások előtt 102 adót és illetéket töröl el. A tervezetet sem közvita, sem alapos parlamenti vita nem előzte meg, sőt azt sem mérték fel, hogy milyen terhet ró az adók eltörlése a jövő évi költségvetésre. És egyéb szépséghibája is van a törvénynek. Minél kevesebb adó és illeték, ez ugye szépen hangzik, tehát utak, iskolák, játszóterek adókból épülnek. És illetékekből élnek a hivatalok, amelyek a lakosságnak különféle szolgáltatásokat nyújtanak. De ezek sokszor bosszúságot okoznak. A befizetésük külön utakkal, külön erőfeszítésekkel jár. Az összes többi párttal egyetemben az épp ellenzékben levő szociáldemokrata párt elnöke Liviu Dragnea 102 olyan adót és illetéket jelölt meg, amelyek szerinte feleslegesek. Közöttük a külföldről behozott, használt személygépkocsikra kivetett, regadóból ökó bélyeg illetékre keresztelt, korántsem elhanyagolható összeget. No, meg a rég vitatott közszolgálati rádió és tévé illetéket. Ez utóbbi ellen több civil szervezet és párt, közöttük az RMDS is tiltakozott. A törvénytervezetet azért megszavazták. Az RMDS önmagában az adópolitikában nem a különböző adók növelésével, hanem a jobb gazdálkodással szeretné megoldani a kérdéseket. Ebből a szempontból egyértelműen támogattuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek bizonyos területeken akár azokat az adókat hivatottak eltörölni, amelyek nagyon sokszor csak kevés összegekkel gyűjtenek be a költségvetésbe, de nagyon sok bosszúságot okoznak a bélyegilletékektől, hiszen ebben bélyegilletékek, elég sok minden másik benne van ebben a javaslatban. Egy dologgal nem értettünk egyet ebben a formájában, ahogy ez elő lett terjesztve. Nyilvánvalóan a rádió és televízió illetéknek az i-formátumú kiváltása, ami költségvetési kiváltást jelent. De hát mi is a rádió és a tévé illeték? Egy összeg a villanyszámlán. Összesen 6 lej 50 bani magánszemélyek és 30 lej jogi személyek esetében. Eltörlése azt jelenti, hogy a közszolgálati médiának a mindenkori kormány irányozza elő a működéshez szükséges pénzt. Kényekedve és az épp aktuális politikai megfontolás függvényében. Ez volt az a pont, amely ellen több szervezet is tiltakozott. În mesajul pe care activați l-a transmis public împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent și Convenția Organizațiilor de Media, adică împreună cu convenția asta înseamnă vreo 20 și ceva de organizații. Conține ca primă obiecție faptul că nu a fost respectat un principiu de bază legal care se referă la transparență decizională. Adică dezbaterea care ar trebui să preceadă adoptarea unei intervenții atât de importante asupra soartei a două instituții nu se poate accepta în forma în care s-a făcut. Lipsa dezbaterii este inacceptabilă. Impactul pe funcționarea celor două instituții, radio și televiziunea publice, este uriaș. Al doilea subiect e pe fondul problemei. Când legi funcționarea unei instituții de finanțarea de către guvern, este inevitabil ca această relație să nu atragă și interferențe în conținutul editorial. Interferențe care sunt sesizabile episodic și în istoria recentă a televiziunii, dar este fără îndoială că cine plătește dictează muzica. A kormány is tiltakozott a rádió és tévé illeték eltörlése ellen. A szakértőkből álló, azaz egyelőre pártfüggetlen kabinet tagjainak tiszte, hogy kidolgozzák a jövő évi költségvetés tervezetét. És nagyon jól tudják, az eltörölt adókat és illetékeket a büdzséből, tehát ugyancsak az állampolgárok zsebéből kell pótolniuk. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy ha mégis ez a törvény így ebben a formájában marad érvényben, meg kell néznünk, hisz rossz tapasztalataink vannak, hogyha a spórláshoz vezethet, hisz a költségvetésből való finanszírozás az akár azt is jelentheti, hogy forrás megvonással próbálkoznak majd befolyást szerezni, akár egyik vagy másik nagy politikai erő, legyen az jobboldali vagy baloldali. Ez általában a spórlást, hogyha az állam elrendeli, az akkor mindig a kisebbségi szerkesztő
kisebbségeket, kisebbségi ügyeket érinti. Pontosan ezért is szerettük volna, ha van legalább egy lába, ami sokkal stabilabb ennek a finanszírozásnak, a közmédiának a finanszírozása, és számunkra sok esetben a magyar nyelvű televízió, magyar nyelvű, erdély magyar nyelvű rádiózás, közmédia keresztüli rádiózás az, amelyik információval juttat el, információkat juttat el Mezőségen, Székelyföldön, vagy bármilyen más szórvány területen. Nos, ilyen körülmények között, és ilyen problémák ellenére is a közmédia, a magyar nyelvű is tovább fejlődik. A márciusi halasztás után a Kolozsvári Rádió holnap indítja egésznapos magyar adását, miután Marosvásárhelyről már több mint 3 éve hallgatható 24 órás magyar nyelvű adás. Azt mondjuk, hogy történelmet írunk a romániai magyar sajtó történetében. Egy új szakasz következik, ugyanis 24 órás adás, amelyik soha nem volt a Kolozsvári Rádiónak magyar nyelven. Ez egy kisebbségi műsor lesz, amit elsősorban magyar nyelven sugározunk. Most itt vagyunk az új stúdióban, új régi stúdióban. Ez a számunkra kijelölt, kiválasztott stúdió, ahonnan a magyar adást november 1-től 24 órában közvetítjük majd a 98,8-as frekvencián. Természetesen az egésznapos sugárzás többletmunkát, több erőfeszítést igényel. A parlament múlt heti döntésének nyomán valószínűleg többletforrásra viszont nem számíthat. A kolozsvári csapat ennek tudatában van, és egyelőre nem hagyja, hogy a politikumnak a közszolgálati sajtóra nézve kedvezőtlen döntése letörje. Most közvetlenül nem befolyásolja ez a törvény, amennyiben életbe lép, a következő naptári évtől lép életbe, és azért mi reménykedünk, hogy van még visszaút ennek a végleges elfogadásától. Nem befolyásol olyan értelemben, hogy mi beindulunk, mi végezzük a dolgunkat, azt szerint erre koncentrálunk, hogy a 24 órás adást kitöltsük. A közmédiát, a mindenkori kormánynak kiszolgáltató döntést a kormány nem fellebbezi meg az Alkotmánybíróságon. Klaus Johannis államfő megteheti, hogy nem hirdeti ki a törvényt. Ez esetben a parlamentnek kell egyetlen egyszer felülvizsgálnia. Egy újabb jóváhagyás esetén az előírás mindenképp érvénybe lép. Annak ellenére, hogy Románia alkotmánya külön cikkeiben rendelkezik a közmédia függetlenségéről.